Almás Kamaráson az iskola 1846-ban létesült. A dél-békési kistérség hátrányos helyzetű települései közül az egyik leghátrányosabb kis településről van szó. Így tanulóink többsége halmozottan hátrányos helyzetű, szociokulturális környezetből érkezik. Ezen kívül Almás Kamarás a dél-békési kistérség egyetlen német nemzetiségű települése. A község ma is erősen kötődik a német nyelvhez és a német hagyományokhoz. Az Almás-Kamarási Általános Iskola korábban a Kunágotai Általános Művelődési Központ tagintézményeként működött. 2013. szeptember első napjától viszont ismét önálló intézményként Károlyi Bernát nyelvoktató német nemzetiségi általános iskola néven működik. Jelenleg 92 tanuló jár, hás tanulók aránya 38%. Őket integrált fejlesztés keretein belül segítjük. Pályázati forrásokból iskolánkba. Az osztályok létszáma átlagosan 10-11 fő. A tanulók többsége közepes képességű és emellett jelentős szociális hátrányokkal rendelkezik. A két hás tanulók aránya 53%. A három esély egyenlőséget és felzárkózó lehetőséget próbálunk biztosítani a gyermekeknek. Például az SNI és BTMS tanulókkal gyógypedagógus, logopédus foglalkozik, meghatározott óraszámban plusz órakeretben. Szerencsére tantestületünkben e kis létszám miatt vidám a hangulat. A kollégák egymással segítőkészek, egy csapatként dolgoznak. Az iskola egyik erőssége a pedagógusok pozitív személyisége. Nagyon családias légkör tudnak kialakítani, mind a tanáriban, mind a gyermekek körében. Ez a dicsérő motivációs értékelő rendszer miatt lehetséges, amit minden kolléga alkalmaz. Hogy ezt beteljesítsük, folyamatos fejlődési lehetőséget kell biztosítanunk a tanároknak is, mind továbbképzés, mind minősítési vizsga keretében. Persze vannak nehézségek is, amik megoldások kihívást jelent iskolánknak, ilyen például a túlzott adminisztráció és a pedagógus túlterheltsége. Ezeken kívül a pedagógusok küzdenek a szülői nem törődömség következményeivel, a tanulói magatartás problémáival is. Legfontosabb törekvésünk rendet, fegyelmet, igényességet, harmóniát, teljesítményt tükröző iskola, munka, gyermekszerető, fejlesztésre serkentő légkör kialakítása. Olyan humánus, toleráns iskola, ahol jól érzi magát a diák, a szülő, a pedagógus és a technikai dolgozó egyaránt. Olyan iskola, mely képes a folyamatos fejlődésre, megújulásra. Olyan intézmény, mely a hagyományokból építkezik és a jövőre figyel. Ezért is jelentkeztünk az Életre Való programba, melyet a pedagógusok nagy várakozással pozitívan fogadtak szerencsére. Legfőképpen újabb információkat, többlettudást várunk a hétszokás programtól. Az életvezetési készségeket fejlesztő iskolakultúra program a nevelés dimenziójában tud jelentős hozzáadott értéket képviselni az általános iskolában. Amikor a pedagógusok szembesülnek azzal, hogy a gyermekek egyre növekvő hányada otthonról fizikai, szellemi, mentális, érzelmi hiányokkal érkezik az iskolába, és rájuk marad a korábban a családban elvégzett nevelés növekvő hányada, akkor ehhez működő, eredményes eszközökre is szükségük van. Az mára már nyilvánvalóvá vált, hogy a nevelés meg kell, hogy előzze a tanítást az intézményben. Éhes, kialvatlan, bántalmazott vagy elhanyagolt gyermekek nem képesek 45 percen át figyelni. Az életvezetést tanító iskolában a szokásos teljesítmény elvárások előtt a pedagógusok más szemüveggel is látják a diákokat. Azt tanítjuk meg nekik, hogyan fedezzék fel a gyermekekben az értékeket és a lehetőségeket, hogyan kommunikálják ezt olyan világosan, hogy azt ők is felfedezzék önmagukban. Ehhez először saját életükben tanulják meg alkalmazni a kiemelkedően eredményes emberek 7 szokását. Az út a felelősségvállalástól a célok kitűzésén keresztül a megvalósítás tanulásán átvezet az egyéni, személyes győzelmig. Ez azt jelenti, hogy az első 3 szokást alkalmazva önmagamért, a döntéseimért, választott céljaim megvalósításáért felelős, független emberré válhatok. De ez a kutatások szerint, amire az életvezetés iskolája alapul, nem a végső célja az emberi jellem fejlődésének. A világ, amiben élünk,
kölcsönös függőséggel átitatott. Ahhoz, hogy a kapcsolatainkban is eredményesek legyünk, és a 21. századi kompetenciáinkat továbbfejlesszük, szükség van arra, hogy a második három szokást is elsajátítsuk. A negyedik szokás a gondolkodj nyer-nyerben, egy attitűd, az ötödik szokás az először érts, aztán értesd meg magad, egy kommunikációs eszközt ad ezekhez, és a hatodik, a teremts szinergiát szokása pedig az alkotó, probléma megoldó együttműködéshez szükséges gondolati keretet és eszközöket ad, ahogyan minden szokás. Végül az élezd meg a fűrész szokásának elsajátításával válik lehetségessé, hogy mindaz, amit megtanultunk az első hat szokásban, azt meg tudjuk ismételni holnap, vagy bármikor később. Ez az egyensúlyteremtés a folyamatos fejlődés szokása. A magyarországi bevezetés akkreditált pedagógus továbbképzéseken keresztül zajlik, és a mindennapok részévé teszi a hét szokás szerinti működést az iskolában. Mindenki számára használható közös nyelvet, gondolkodási keretrendszert ad az érzelmi, szociális fejlődéshez, az önmagunk tudatos vezetésének napról napra tanulásához. Különlegessége éppen abban áll, hogy nem borítja fel az iskola hagyományos rendszerét, hanem a tanítási órákba illesztve, lépésről lépésre, más tananyaghoz hasonlóan tanulhatóvá teszi az életvezetési készségeket. Akár a folyosói viták, akár az ebédlőbeli viselkedések, vagy a közös programok kiváló teret adnak ezeknek a tanítására. Azt tapasztaljuk, hogy a programmal élő iskolákban rövid idő alatt szignifikánsan lecsökkennek a magatartási problémák, az agresszív megnyilvánulások száma, javul a gyerekek motiváltsága azáltal, hogy felhatalmazást kapnak a saját céljaik kitűzésére, eszközöket a problémás helyzetek megoldására, és a hagyományos pedagógiai szemlélet alkalmazása mellett tanáraik a hét szokás szemüvegén keresztül mindig látják bennük az értékeket. Már is hozott egy másikat, de a másik színűre meg azt fogjuk írni, hogy mit szeretnénk elérni. Csak gondolkodj el, csak úgy a felére vigyázz, érzés, hogy ezt oda tudjuk adni polgárnak, jó? Úgy, ahogy most raktasz. De még nem írunk nekünk. Nagyon kapott. Még oda szeretnék mást is írni. Az új tanévre való készülődés izgalmai lefoglalták a résztvevőket, de aktívan vettek részt a képzés első napján. Többen megfogalmazták, hogy a hét szokással olyan útra valót kaptak, amelyet mind a szakmai, mind a magánéletükben tudnak hasznosítani, és a tanultakat már is alkalmazzák a nyár során, valamennyien mélyen elköteleződtek a célok idei megvalósításában. A képzés második napján a pedagógusok élénken ismerkedtek a hazai és a nemzetközi módszertani ötletekkel, a rendelkezésre álló színes segédanyagokkal. A saját intézményi gyakorlat vizsgálatánál örömmel fedezték fel, hogy a hét szokás elemeit rendszeresen alkalmazzák a meglévő pedagógiai gyakorlatokban. A bemutatott fotók és módszertani kisfilmek további megvalósítható ötleteket generáltak a közös tapasztalatcsere során. Na, hát milyen területen szeretnénk tovább lépni, megfogalmazni? Ehhez milyen célt tűzek ki magamnak? Melyek lesznek a lépései? Hogy néz ki a folyamat? Milyen segítséget kapok ehhez, milyen erősorásokat? Eredményeket lejegyzem, és mik lesznek a tanulságai? Azokat is megfogalmazni. Ugye, mert például egy projekt végén érdemes összegezni, mik voltak ennek a projektnek a tanulsága. Mi volt az, ami különösen sikerült, különösen pozitív szakító volt, és mi az, ami viszont hiba volt, és legközelebb érdemesen odafigyelni, hogy kövessük be még egyszer ezt a hibát.
A képzés utolsó napján megszerveztük az első munkaközösségi értekezletet, melyek sorozata majd támogatni fogja a 7 szokás bevezetését az intézményben. Meglepve gyönyörködtem azokban a munkákban, amelyeket már is kipróbáltak, elkészítettek a gyerekek számára. Erre példa a fejlődési napló oldalak éves célok megfogalmazásához, amelyek majd az osztálytermek falára is kikerülnek. Megbeszéljük az előző helyzet, hogy mit csinálják, akkor meg hogyan viselkedik. Akkor meg jó, meg hogy ő érzi, hogy ő, hogy de az magánál, hogy viselkedett. És annyira jó, mert önállóan meg tudtál fogalmazni. Tehát tényleg jó, hogy csak a szép szavakat, nem is nagyon kellett példát adnom, hagytam rá időt, és akkor utána, aki szeretné, felolvasta, és olyan, igen, egy-kettő próbaszerűen megkérdeztem, ki az, aki felolvasná, aki készen van, összeszedte a gondolatait, és akkor egy olyan 3-4 tanulból felolvasta mind a kettőt, a céljaimat is, meg a magatartást. Egyébként ez elkösnöm is benne. Nálam ez a magatartás jelenti. Ez színes szerúzat, tehát ha úgy érzem, hogy jó volt az óra, még akkor a zöldet emelem föl, vagy én jól is segítem, ha nem, akkor egy igaz szerúzat. A képzés zárásánál megfogalmazták, hogy az eddigi továbbképzésekhez képest ez jóval gyakorlatiasabb volt. Nagyon értékelték a kollégákkal együtt töltött időt a tanév tervezési időszakában. Határozottan elköteleződtek a program folytatásában, hasznosnak tartják a diákok körében a személyes felelősségvállalás erősítésében és a konfliktusok kezelésében. Széchenyi 2020. Készült a Délbékési Kistérség több célú társulása és a Délbékés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány megbízásából.